régen a községháza volt, tehát ez volt itt a falunak a központja, és ez a csűr, ez részben a bikaistáló szerepét is betöltötte, tehát hogy itt volt a falu bikája konkrétan, itt tartották, úgyhogy ez egy nagyon fontos központi elem volt itt a falu életében. És ugye most látszik, hogy ez némiképpen romos, de szerencsére bekerült Bikfalva és a 12 tradicionális romániai falu útvonalba, és a 8 épület közül éppen ez lesz az egyik, amit felújítanak. Úgyhogy nem sokára kezdődik a felújítása. Pont azért, mert hát ideig is nagyon jól tudtuk kulturális célokra használni. Tehát hiába ugye nincs olyan fényes állapotban, azért nagyon szép kiállításokat lehet a terében szervezni. Itt az udvara tökéletes előadások tartására, rendszeresen nyáron képzőművészeti workshopokat szervezünk, aminek fontos része ez az épület. Tehát sokszor itt faragnak a szobrászok, sőt a festők itt festettek ebben az évben a benti terekben, és nagyon sok kortárs installáció is született, tehát kortárs szobrászati mű is a terekben. A Véndiófák napja egy régi álmunk, amihez nagy segítséget jelentett ez a pályázati lehetőség, vagy ez a támogatási lehetőség, hogy bekerülhettünk a Kultúrpajta és Tündérkert hálózatba. Ez a harmadik rendezvényünk. A korábbi kettő az alapvetően a képzőművészet és az örökségvédelem körül forgott, és itt pedig megpróbáltunk egy olyan aktuális természetvédelmi problémát is felkarolni, hát amit az öreg fák jelenléte jelent. Bikfalva egy nagyon régi település, rengeteg udvarház van itt, és éppen ezért az udvarházaknak egy szerves tartozéka volt a diófa mindig, úgyhogy így vannak 150 éves diófák is a faluban, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy ez mindenképpen fontos lenne, hogy itt az udvarházak központjában megrendezzünk egy olyan napot, ami az öreg diófákkal foglalkozik. Kizáradt a diófa, nem játszottunk alatta, majd megújult a vasza, majd játszottunk alatta. Jó! Na és hát az egész rendezvényt itt ezen a hangulatos udvaron, ami már egyszer nyáron bizonyított, pont a Kultúrpajta hálózat keretén belül egy kiváló folk jazz koncerttel, ma estére is egy jazz koncertet szerveztünk, a Jasper Trio Csepsi Szent Györgyről, úgyhogy remélem, hogy arra minél többen kijönnek, és nagyon szép eseménnyel zárhatjuk ezt a három részes sorozatot.